Bodoki Károly vízépítőmérnök neve nem ismeretlen a gyulaiak számára. Azt azonban kevesen tudják, hogy a Körösvidék szabályozása mellett milyen más tevékenységeket is folytatott az 1850-es években. A most induló 5 részes sorozatban Németh Csaba levéltáros bemutatja Bodoki Károly sokoldalú munkásságát. Szó lesz a megye mérnökéről, a takarékpénztár alapítójáról, a folyószabályozás körülményeiről és a kutatás nehezítő tényezőkről is. Hogyan állt össze a kutatás? Elég nehezen szántam rá magamat, amikor ez a felkérés érkezett, aminek az egyik oka az volt, hogy végül is a körszabályozásról már 100 évvel ezelőtt ilyen vaskos kötetek jelentek meg, mi újat lehet mondani. A másik problémám pedig az volt, hogy az 1850-es években zajlik itt a fő tevékenység, és ebben az időben a közigazgatás nyelve német volt. Én meg sajnos nem tudok németül, de ez még azt hiszem a németül tudó kollégáknak is feladná a leckét, hogy a korabeli gót betűs kézzel írott német szövegeket egyáltalán el tudják olvasni. Úgyhogy amikor ez a felkérés érkezett felém, kértem egy kis gondolkodási időt, hogy egyáltalán utána nézzek, hogy van-e olyan anyag, amivel érdemi szinten tudok foglalkozni. És nagy meglepetésemre rendkívül sok olyan anyagot találtam, ami még eddig nem került publikálásra, és a még nagyobb szerencsém az volt, hogy ezeknek a 80%-a magyar nyelven is hozzáférhető volt. Igaz, hivatalos dolgok itt is németül kerültek megfogalmazásra, tehát ezt ebben a részben sajnos nem tudtam betekinteni, de úgy érzem, hogy magyarul is rendelkezésre áll az az iratanyag mennyiség, ami egy összképet tudott nyújtani. A másik nehézsége abban áll a dolognak, hogy itt megyei szintű jelentések készültek, és hogyha az egész Körösvidéket tekintjük, akkor ugye ez több megyét érint, Aradot, Bihart, Szolnokot, bizonyos értelemben még Hevest is, illetve az országos levéltárba, a vízügyi levéltárba is kerülhettek iratok, tehát nagyon sok helyen kellene utána nézni annak, hogy egy komplett bodoki képünk összeálljon. Sajnos én se vettem a fáradtságot, hogy ennek mindnek utána nézzek, így alapvetően a gyulai levéltárba fellelhető iratanyagból merítettem. És milyen dokumentumok ezek? Itt alapvetően tisztában kell lennünk a korabeli közigazgatással, ami egy kicsit, nem is kicsit eltért a szokásostól. Azt talán sokan tudják, hogy a történeti Békés megye nem azonos a mai Békés megyével, de itt még egy csavar van a dologba, hiszen a szabadságharc után összevonták Békés és Csanád megyét, tehát a megye határ tulajdonképpen Déva Ványától egészen Nagylakig, Makóig, a Marosig ért le. Azért is hoztam be egy ilyen korabeli térképet, hogy lássuk a korabeli viszonyokat. De nem csak területi változások voltak, hanem szervezetileg is alapvetően módosult a rendszer. Korabeli alispán, főispán helyett itt megyefőnökök voltak, nem alkotmányos módon választva, hanem fentről kinevezve, ugye német nyelven folyt alapvetően a közigazgatás zöme. Hát ezeknek a megyefőnöki jelentéseknek, a megyefőnöknek írott jelentésekből lehetett nagyon sok mindent megtudni, illetve az egyes járások vezetői, a szolgabirák is készítettek rendszeres jelentéseket, amiket Bodoki összesített, és hogyha ezek a jelentések egy része is németül érkezett be hozzá, szerencsére ezt áttette magyar nyelven, és magyar nyelven küldte tovább, ugyanis úgy tűnik, hogy az a vízügyi rendszer az nem vette át az osztrák közigazgatásban honos német nyelvet, hanem ők megmaradtak a magyar nyelv mellett, és ő magyar nyelven
nem 100%-ban, de olyan 80%-ban legalább magyar nyelven levelezett a felsőbb hatóságokkal is, és a felsőbb hatóságoktól is szerencsére elég sok magyar nyelvű levél érkezett hozzá, úgyhogy ezekből lehetett meríteni. Mi mást tevékenykedett, mert azért itt lehet látni takarékpénztárból származó dokumentumokat is, tehát hogy a vizek szabályozásán kívül még mi mással foglalkozott? Igen, a köztudatban valóban egy mérnök emberként, alapvetően vízügyi mérnökként él, de ennél jóval szertágazóbb tevékenységet folytatott. A szabadságharcot követően tulajdonképpen mondhatjuk, hogy állás nélkül maradt, hiszen a korábbi megbízatás, ami a folyók szabályozására szólt, az érvényét veszítette, egy teljesen új rendszer lépett életbe ezen a vonalon is, felszámolták a korábbi egyesületeket, amiknek ő is a mérnöke volt, és mivel a megyében viszont más mérnök nem maradt, így tulajdonképpen ő állás nélkül volt, a hivatalos szerveknek meg szüksége volt egy mérnöknek, ezért fölkínálták számára, hogy vállalja el Békés vármegye mérnöki állását, és így 49. szeptember 15-én hivatalba is lépett, és ez a megyei mérnöki állás egy rendkívül szertágazó tevékenységi kört jelentett. A különböző leveleiből, jelentéseiből az látszik, hogy sokat nem lehetett itthon. Szinte állandóan úton volt, hiszen ha valamilyen építkezés volt a megye területén, ami a megyei hatóságot érintette, akkor neki ott kellett lenni. Ő készítette a terveket, és hogyha megjött rá a jóváhagyás, akkor neki kellett ellenőrizni a munka végrehajtását is. Különösen sok dolga volt az utak, és mivel ugye sok folyó volt, tehát az utakon hidak is voltak, a hidak karbantartásával. Itt ne a mai értelembe vett hidakat gondoljunk, hanem ezek fa szerkezetű hidak voltak, amik szinte, ha nem is évente, de 2-3 évente felújításra szorultak. Így egy csomó olyan jelentésünk van, amikor panaszkodnak arról, hogy már megint járhatatlan ez a híd, akkor most oda kellett kimenni, fölmérni, hogy mit kell csinálni, akkor utána kimenni, újra ellenőrizni. Akkor a megyének voltak épületei, a különböző szolgabírói lakások különösen, és hát nem felejtsük el, a szabadsághoz után vagyunk, tehát itt azért a katonai épületek, illetve a börtönök is nagy súllyal szerepeltek a közigazgatásba. Ezeknek a folyamatos karbantartásáról is neki kellett gondoskodni. Gyula volt az összevont megyének a székhelye, úgyhogy a tisztviselőknek a lakásait is neki kellett fölmérni, és hát aki közel volt a tűzhöz, az nyilván minél jobbat akart magának, tehát mindig jött az újabb és újabb kérvény, hogy most ezt akarja megcsináltatni a lakásán, most azt akarja javítatni, ezt is Bodokinak kellett véleményezni, hogy mennyire indokolt, mennyibe kerülhet, és ha jóvá hagyták, akkor persze oda is ki kellett menni ellenőrizni. A munkakörébe egyébként azt is leírták, hogy ha új tisztségvisel érkezik a megyébe, akkor az a lakását csak Bodoki jelenlétébe veheti át. Tehát a mérnöknek ott kellett lenni a hivatal átadásánál is, hogy fölmérje, hogy milyen lakásba, milyen körülmények közé költözik be az illető. Emellett egy csomó statisztikai dolgot is rábíztak.
hogyha jelentést kellett írni a megye népességéről, a vallási összetételéről, a nemzetség összetételéről, akkor ezt neki kellett kiszámolni, hogy melyik hány százalékot tesz ki. Ezt a térképet is valószínűleg ő készítette, ez egy, azért vannak ezek az apró számok itt a települések között, mert ez azt jelenti azt a felmérést, hogy milyen távolságra voltak, hát nyilván ez osztrák mérföldbe, tehát ma már kilométerre elég nehezen átszámolni, de itt osztrák mérföldbe megvan adva, hogy az egyes települések egymástól milyen messze voltak, ugyanis ha valamelyik tisztviselő kiküldetésbe küldték egy vidékre, akkor az elszámoláshoz pontosan kellett tudnia, ahogy ma is készítünk ilyen utazási számlákat, hogy hány kilométert tett meg, tehát ott hány mérföldet tett meg, és hogy ezt tudják mihez viszonyítani, hogy tényleg annyi, ezért a mérnöknek előtte föl kellett mérni, és hivatalosan benyújtani, hogy az egyes települések milyen távolságra vannak egymástól, ezt is ő készítette el annak idején. Amellett persze ilyen apróbb cseprőbb ügyekbe is, hogy telekelhatárolások, vagy ilyen hagyatéki vitáknál, hogy ez hol húzódik a telekhatár, ott is a megyei mérnökhöz fordultak, és akkor neki kellett kimérni, hogyha esetleg vitás volt a helyzet. De ugyanúgy az új közigazgatásnál ugye új járásokat is kellett kialakítani, ott is legalábbis a véleményét kikérték a mérnöknek, hogy nyilván a távolságok, az útviszonyok alapján, hogy melyik községeket melyik járásba sorolják be. Ebbe is, vagy ezügybe is Szegedre kellett mennie például egyszer. Sőt, egyszer járt Bécsbe is, és annak az úti számláját is ismerjük. Úgyhogy innen tudjuk, hogy elég bonyolult volt a korabeli közlekedési viszonyok között eljutni odáig, hiszen vasút csak Szolnokig ment, addig kocsival tette meg az utat, akkor Szolnoktól Pestig fölvonatozott, Pesten gőzhajóra ült, úgy ment el Bécsbe, hazafele érdekes módon nem ezt az utat választotta, hanem Pozsonyig volt vasút, akkor vasúton jött Pozsonyig, ott ült át gőzhajóra, és úgy jött Pestig, aztán onnan a hagyományos úton vissza. Úgyhogy azért mondtam, hogy amilyen sokat utazott, vagy amilyen sok helyre kellett mennie, ez ne a mai pár órás utakat gondoljuk, hanem ezt lovaskocsival megtenni, azért nem sokat pihenhetett otthon. És azt lehet tudni, hogy miért látogatott Bécsbe? Igen, az már a folyószabályozással összefüggő kérdések megvitatása miatt kellett oda utaznia.